A nevednek a kezdőbetűjét valamit rá tudod a hátuljára írni? Mert ha elkészítenek a pörget... Igen, rá tudom írni. Szakképzett pedagógusok foglalkoznak a 3-tól 10 éves korú gyermekekkel a Hévízi Szent András Reuma Kórház és Gyógyfürdő nyári napközis táborában. Az intézmény idén szerezte meg a családbarát minősítést, ennek egyik alappilléreként a nyári időszakban biztosítanak több turnusban felügyeletet a munkavállalók gyermekeinek. Előzetes jelentkezés alapján lehetett bekerülni a táborba, nagyon nagy volt rá az érdeklődés. Én azt gondolom, hogy minden kisgyerekes szülő átélte azt, hogy nagyon nehéz megoldani a nyári időszakot, hogy hogyan biztosítsam a gyermeknek a gyerekfelügyeletét, illetve hogyan szervezzek tartalmas programokat. És sajnos a táborok elég húzós áru, úgyhogy nem fér be egész nyárra, hogy az ember táborba írassa a gyermekét. Ez pedig egy ingyenes szolgáltatás a munka vállalók részére. A napközis tábor főhelyszíneként a G-osztályt alakították ki a táborozók számára. Itt foglalkoznak a szakképzett pedagógusok a gyermekekkel. Kreatív játékok, ugróiskola, színezés és még számos szórakoztató foglalkozás várja a kicsiket. Most építjük a parkolóházat, és nagyon sokat szoktunk játszani együtt. Szoktunk úszni, szoktunk autózni, a Valérra szoktunk mindent csinálni, játszani. A benti foglalkozások mellett szabadtéri programokon is részt vehetnek a gyermekek. Többek között úsznak és túráznak is. A táborozók étkeztetését helyben biztosítja az intézmény. A nagy igényre való tekintettel valószínűleg jövőre is megszervezik a nyári napközistábort.